Én pedig már is fordulok Mérő Verához, a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene oldal alapítójához és Léhi Józsefhez, Orosz Bernadett ügyvédjéhez. Jó reggelt Jó kívánok! reggelt! Amiről beszélgetünk, hála jó Istennek, hogy nem végződött halállal, de azt mondtam reggel óta is tartom, és azt, hogy én ilyen bestiális képeket még nem láttam. Ugye arról van szó, hogy egy hölgyet annyira megverte volt párja, hogy gyakorlatilag felismerhetetlen lett, és azt mondták neki a rendőrségen, hogy hölgyet így még nem vertek meg Magyarországon, legalábbis a rendőr az elmondása szerint ezt mondta. Igen, mondjuk azért ez egy erős túlzásnak tűnik, egyetértetek? Hát ez leginkább egy borzasztó nagy butaságnak hangzik. Egy apró történet, tegnap este egy barátnőm bekísérte egy hozzátartozóját a kórházba, és az első 10 percben jött szembe egy olyan arcú nő, mint Bernadett, nagyon hasonló sérülésekkel. Persze kiderült, hogy szintén kapcsolati erőszakról volt szó, átleletért ment a hölgy. Szóval igazából elég egy kórház sürgősségi osztályán eltelteni egy negyed órát, és már is láthatunk nagyon hasonló eseteket. Csak nem kerül a nyilvánosságra. Most látják a mi kedves nézőink is azt a képet, ahogy Bernadett nyilatkozik. Én ezekre szavakat nem találok, és gondolom itt ez már néhány nappal ugye a bántalmazás után történt. Mit lehet tudni, ugye te védel, bocsánat, elnézést, önvédi Bernadettet, mit lehet tudni egyelőre az esetről? Hát ez egy féktelen brutalitás volt, és azt kell látni, hogy bár ugye súlyos testi sértésben, tehát 8 napon túl gyógyuló sérülés miatt rendelték el a nyomozást, na de hát ez látható, hogy azért itt nem csak ez történt, itt több is és más is történt. Tehát valójában számomra nyilvánvaló az, hogy az alkalmazott bírósági gyakorlatnak megfelelően utóbb majd ezt a gyanúsítást ki kell terjeszteni, mert itt valójában legalább egy életveszélyt okozó testi sértés kísérlet volt az, ami történt, de még azon is el kell gondolkodni erősen, hogy nem lehet-e az, hogy életelleni cselekmény kísérlete volt ez. Igen, hát ez a véletlenen múlt tulajdonképpen. Az, hogy lehet, hogy őt elengedték, tényleg elengedték, ez igaz? Igen, hát az elkövetőt. Ugye azt mondja Bernadett, hogy ő továbbra sem érzi biztonságban magát, mert hogy ő megbánást tanúsított és elengedték, mondjuk, jaj, de igen, sajnálom, hogy... Igen, ő szánta bánta a cselekedetét, ugye rögtön ott a reggeli órákban vagy hajnali órákban kihallgatták, meggyanúsították, elismerte, ami történt. Na jó, hát olyan dolgot ismert el, amit nem lehet letagadni természetesen. Azon egy kicsit csodálkozom azért, hogy... Nem mondom azt, hogy rögtön le kellett volna tartóztatni, hiszen azért ugye meg kell várni, hogy az orvos szakértő elmondja azt, hogy milyen életveszélyes sérülések keletkezhettek volna. Na de hát azért egy bűnügyi felügyelet, akár egy lakhagyási tilalom jellegű, vagy házi őrzet jellegű simán kijárt volna. Azt mondja Bernadett, hogy ő korábban már kért távolságtartási végzést, most is kért, és azt mondták neki a rendőrségen, hogy nem élettársak, se nem házastársak, nem laknak egy helyen, egy városban vagy faluban sem, ezért nem kapnak. Ez hát, Magyarországon 2019-ben hogy fordulhat? Tényleg vér kell folynia még mindig? Vagy már az sem elég? Ez az a helyzet, amire én azt mondom, hogy a rendőrségnek nem a jogászkodással kellene ilyenkor feltétlenül foglalkozni, hanem megtenni azt a szükséges intézkedést, ami szemmel láthatóan nélkülözhetetlen. Hát hogy ne kellene megtenni egy távolságtartási végzést ilyen esetben? Egyébként elindították most már úgy tudom tegnap. De amikor a rendőr megakad azon, hogy szó szerint hogy szól az a jogszabály, és akkor inkább abba kapaszkodik, és nem ismeri fel azt, hogy egyébként mit kéne cselekedni, mert szerintem, hogyha rögtön elrendelték volna, akkor se szólt volna senki egy szót. Vera, abban talán egyetértünk, hogy ebben az ügyben, ha mondhatok ilyet, segített a nyilvánosság, tehát hogy a nyilvánosság miatt lett fokozott figyelem, fókuszába került gyakorlatilag. Ezek a fényképek tényleg bejárták az egész országot, és mindenki kialakította szerintem egyébként eléggé egysikú véleményét természetesen. De tudunk-e arról például, hogy mennyi a nem nyilvánosságra került hasonló brutalitás, vagy itt akkora a látencia, hogy nem is tudjuk megtippelni? A látenciát megtippelni azért meg tudjuk, de ha abból indulunk ki, hogy minden héten legalább egy, de inkább, ha számokat nézzük, akkor közel 2 nő hal meg kapcsolati erőszak áldozataként. Akkor kérdezzek meg, férfiak is vannak kisebb számokat? Vannak a halálos áldozatok közül körülbelül egy olyan 20%-ra tehető, de itt nagyon, ezek nagyon-nagyon-nagyon összetett adatok, tehát itt számokból nehéz ilyen egyszerűen kiindulni, mert mondjuk a férfi áldozatok esetében érdemes például azt is megvizsgálni, hogy mik voltak a körülmények, nagyon nem ritka, ugye rengetegszer hallunk arról, hogy évek óta bántalmazás áldozata az elkövető, az ilyen gyilkosságok elkövetője, tehát ilyenképpen
akár önvédelem is lehet. Uh-huh. Érdemes azt is nézni, hogy ezek heteronormatív kapcsolatok. Itt nagyon-nagyon sok olyan szempont van, amikor ezeket a statisztikákat elemezzük, amiket figyelembe kell venni. Én itt a nyilvánosság erejét egyébként én durvában fogalmaznék. Én azt mondanám, hogy ebből az ügyből nagyon nagy eséllyel nem lett volna ügy egyáltalán, hogyha Bernadett nem olyan bátor, és ez is egy nagyon fontos momentum, hogy ezt bátorságnak kell tekinteni, nem magától értetődő, hogy nem bújik el szégyenében. Mert a szégyenében vagy félelmében. Tömegreakció, tehát az, ahogyan a nők ilyenkor általában, vagy az áldozatok viselkednek, az a szégyenérzet, mindig az áldozat egy szégyenérzetet él meg, és hát otthon megvárja, amíg ezek a sérülések elmúlnak. Ezt a társadalomból ki lehet írtani? Én most hadd mondjak egy dolgot, vannak nagy, kiváló magyar közmondásaink vannak, és az én szubjektív véleményem, hogy rettentően hülye közmondásaink is vannak. Ilyen például az egyik ilyen, hogy a pénz számolva asszony verve jó. És lehet, hogy ez viccesen hangzik, de hogyha ezt mindenki ismeri az országban, akkor ez gyakorlatilag gyökérrel bír. Én úgy látom egyébként, hogy nagyon-nagyon intenzív és egyre inkább szabad szemmel jól látható társadalmi igény formálódik arra, hogy a döntéshozók végre tegyék meg azokat a lépéseket, hogy az áldozatok ne egy veszőfutást, tehát egy további újabb veszőfutást éljenek meg az igazságszolgáltatás sikátoraiban eltévedve, hanem történjen olyan protokollok mentén történjenek az eljárások, amik nem újra traumatizálják az áldozatot. És erre egyébként kiváló eszközünk is lenne, hiszen az isztambuli egyezmény, amit a magyar kormány egyébként 2014-ben írt alá, csak a ratifikálás, a törvényi szintre emelés várat magára, éppen arra lenne jó, hogy egyébként pont a rendőröknek például nyújtana olyan protokollokat, ami pont egyébként nekik lenne a legnagyobb segítség, hiszen a rendőrök alapvetően arra esküdnek, hogy szolgálnak és védenek, és ez a hivatásuk. Tehát nyilvánvalóan egy rendőrnek is borzasztó nehéz helyzet az, amikor a jogszabályi háttér és a joggyakorlat nem támogatja őt abban a munkájában, hogy az áldozat védelmet hatékonyan végezze. Sajnos lejárt az időnk, nagyon egyetlen egy szót mondjon, legyen kedves ügyvéd úr, hány évig megy börtönbe ez az ember a jelenlegi jogszabályok szerint? Tényleg csak egy szó. Gyanúsítás szerint 3 évig terjedő, reményeim szerint 2-től 8-as lesz, és ha a középmértéket megkapja, akkor az 5 év. Köszönöm szépen, hogy itt jártak.